Sziasztok, üdvözlök titeket újra a Harry Potter és Oxford varázslóvilágában. Folytatjuk minket ezúttal a Blu-ray Muster rovatban. Ezúttal a Harry Potter hatodik részét, a Pélvé Herceget, azaz a Half-Blood Prince-t mutatom be nektek, ugye Steelbook kiadásban. Ugyanúgy 2000 forintért olykor beszerezhető, a MediaMarktról például. Sajnos az első két részét egyiket egyre nem találtam meg Steelbookba, de azokat szeretem a legkevésbé, szóval valószínűleg utoljára fogom beszerezni őket. Azt tudni kell, hogy ezúttal is van egy meglepetés. A Prince-nél az I betű ezúttal talán az egyik üvegcsit mutatja, amivel ugye a memóriákba visszamennek, vagy a szerencsei dalt. Bal oldalt kocsvasztalnak is a bűbájtalórán, jobb oldalt aztán a félvé herceget akarja szerintem. Maszka, fönt pedig Főnix madár látható. Hátul pedig megint a félvé herceg stílszerűen. Ezúttal ilyen világos kék, zöldes kék metódus kaptunk, hát mégis illik hozzá, már lehet valami más szint is talán kitalálni neki. Nézzük hátul, mi van. Hátul Voldemort legsötétett, Harry felfedi Voldemort legsötétett titkát. Elsőmeden a film, ahogy Voldemort egyre erősebben szorongatja a Muggle és varázsvilágot, Harry és Dumbledore egyezésének módját mutatja. Mások lemezen pedig ezúttal a májkos tükröket veszik. Elő Harry Potter világában arcképek elemennek meg, varázsítók változtatnak át, megfordul az idejük, vízis játékosok repkednek a levegőben, sárkányok intéznek támadást, és mindent tartott a mágia. Most fantasztikus új kísérőnek interjúk és kulisszák mögötti felvételek mutatják be, a technikai guruk varázsítóitok Felix Dyke alternatív valóságot teremtettek. A film 153 perces, ezzel a harmadik, negyedik leghosszabb film a sorozatban. 1080p Full HD-s felbontás, 16:9-es 2:4:1-es képarány, Dolby True HD angol 5.1-es, Dolby Digital magyar, angol, kantoni, korai, lengyel, mandarin, táj és török 5.1-es hangzás, mindenféle felirat, és úgy tudom továbbra is az extrák feliratosak, bár itt nem jelzi. Mindenképpen olyatnak nem ajánlott. Nézzük belülről a kiadványt. Belülről azt láthatjuk, ha jól látom, hogy az egyik Dementor, vagy Dementor halálfaló, ő megtámadja, vagy megtámadta épp ugye akartam hirtelen mondani nektek, most nem jut eszembe. Tudjátok azt az utcát, ahol megveszik a varázslók cuccait, pálcáit, az iskolához valókat, hirtelen jut eszembe, basszus. Nem mindegy, tudjátok ki jól, úgyis még nagyobb Harry Potter fanok. Belülről pedig ugyanazt a metódus láthatjuk, mint eddig film, és hátul pedig a DVD is extra. Hihetetlen nem itt eszembe. No mindegy, ez van. A filmet pedig mindenkinek próbálja vissza hasonlóan a negyedik részhez. Itt is nagyon jó, talán még jobban keverik a humort a sötétebb tónusú jelenetekkel. Ami olyan jelenetek akár, amelyek thrilleriek, például a film négyi rész, tehát csoda, ami nem 16-os a karika, majdnem. Miközben pedig itt is felrobban a tini kor szelleme, illetve a pezsgés, a humor, az nagyon ott van, mindeközben pedig a nyomozás, a thrilleres részek nagyon jól árnyalják, és a fényképezés szerintem visszatett egy kicsit a hír a Harry Potter 3. részének operatőri stílusához és rendezéséhez, és minden mellett pedig nagyon jó új karaktereket kaptunk egyéb iránt, például Jim Broadbent alakításában, a Slughorn, magyarul hogy volt az basztus, mostában magyarul nem jutnak eszembe a nevek, és nagyon tetszett, hogy az arányok is helytállóak voltak. Egy nagy gond, hogy így is 153 perces film, hogy nagyon sok mindent kivágtuk a regényből, ezt sokan fel is emlegették, főleg a nagy rajongók, és leginkább Voldemort múltjából kapunk sokkal-sokkal kevesebbet. A gyűrűről, amit pillanatra látunk, egy Dumbledore kapcsán, alig tudunk meg valamit, veszít a semmit. És lehet is volna, hogy ilyen hibáig olyan megvannak, illetve a film végén nincs akkora kisebb-nagyobb csetepati harc, ami a regényben le van írva, de ezt átsporolták az újabb 7:1 és főleg a 7:2-re. Hát igazából én nekem ez a harmadik rész, az Azkabani fogoly mellett és az utolsó részek mellett szerintem a legjobb. A sorozatban a negyedik sincs messze egyébként nagyon tőlük. Ennyit akartam mondani, vegyétek meg, ha még tudjátok, 2000 forint körül a MediaMarktban. Mert ennyi ez ajándék. Búcsúzom tőletek, sziasztok!